Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2021. március 3-án este 7:30-kor. Közös gyakorlatot tartottak a polgárőrök. A kalocsaiak szolgálatát most a hajósi és a bátyai kollégák is segítették. Megjelent az új oltási terv. Később kapják meg az emberek a második adag vakcinát. Különleges vendégtanár a Dózsában. A Honeybeast együttes énekesnőjével elemeztek verset a kalocsai diákok. 2021. február 27-én közös gyakorlatot szervezett a Kalocsai Polgárőr Egyesület a hajósi és a bátyai polgárőrökkel. A szolgálat célja a szoros együttműködés kialakítása és a kollektív feladatok ellátása volt. Szép számban voltak jelen szombaton a kalocsai piacon és annak környékén. Többek között a rendőrség munkáját is segítő polgárőrök, hiszen a Kalocsai Polgárőrség felkérésére ezen a délelőttön a környező településekről is érkeztek kollégák a közös szolgálatra. Ennek a célja az együttműködés, valamint a közös feladatok ellátásáról szólt. Én, mint polgárőrparancsnok, eligazítottam a szolgálatokat a járő feladatokról, a szolgálatot tevőkedven alapján látták el a szolgálati feladatokat. A gyakorlaton 13 fő vett részt, szigorúan betartva a járványügyi előírásokat. A szolgálat során esemény nem történt. A feladatot megfelelően kiválóra értékeltük. A közös szolgálatot úgy látták el a kollégáink, ahogy egy éles helyzetben szükséges lett volna. Tulajdonképpen ez egy gyakorlat volt, amit végrehajtottunk itt. Gyakorlat feladata most járőszolgálat volt, járőrszolgálat, a járőrözés, párban kommunikáció a parancsnoksággal és az összeköttetéssel, ezeket a feladatokat a kollégák kitűnően ellátták. Gépjárműbe ültek egy idő után, és a városban egy pár kört tettek a szolgálati gépjárművekkel, és ott is járőrszolgálatot hajtottak végre. A piaci szolgálat közben Simon Zoltán alpolgármester is üdvözölte a csapat munkáját. Elmondtuk, hogy milyen feladatot hajtunk végre, és gratulált a feladathoz. Az elnöktől megtudtuk, hogy a kalocsai polgárőrök minden piaci napon szolgálatot adnak és segítik a piacfelügyelet munkáját. A közös gyakorlatozás havi szinten zajlik a polgárőr egyesületek között. A mieink tervek szerint március végén Bátyán látják el feladataikat. A koronavírus járvány harmadik hullámában egyre fiatalabbak, egyre súlyosabb állapotban kerülnek intenzív osztályra, hangsúlyozta Péter Ádám, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ intenzív terápiás szakorvosa az M1 aktuális csatorna keddesti műsorában. A budapesti Honvéd Kórház orvosa elmondta, intézményük sürgősségi osztályára naponta 30-50 COVID-beteg érkezik, ami megdöbbentően magas szám. A Honvéd Kórház két budapesti telephelyén kedden délután 238 koronavírusos beteget kezeltek, közülük 33-an voltak lélegeztetőgépen. Az orvos felhívta a figyelmet arra is, hogy akik koronavírussal kórházba kerülnek, azoknak nem elsősorban gyógyszerre van szükségük, ők levegőért küzdenek, nagyon súlyos állapotban vannak, tette hozzá. A lehető legtisztább lelkiismerettel azt mondom, hogy aki az oltások ellen érvel, az téved és hibázik, fogalmazott. Aki nem jelentkezik oltásra vagy válogatni szeretne érzelmi alapon, az hibázik, veszélyezteti saját és hozzátartozói életét. Aki pedig fennhangon hirdeti a vakcinákkal kapcsolatos kételyeit, az mások életét veszélyezteti, figyelmeztetett Péter Ádám. A szakorvos leszögezte, egyértelműen szakmai biztonsággal kijelenthető, hogy a Magyarországon elérhető vakcinák biztonságosak és hatásosak. Aki jelentkezik az oltásra, az megkapja a neki megfelelő oltást, tette hozzá. Folyamatosan zajlik az oltás, már 758.037 fő a beoltottak száma, közülük 253.368 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma. 4211 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 439.900 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 136, többségében idős, krónikus beteg.
így az elhunytak száma 15.324 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 326.215 fő, de az aktív fertőzöttek száma is 98.361 főre emelkedett. 6.367 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 622-en vannak lélegeztetőgépen. Továbbra is érvényben vannak a védelmi intézkedések, és szigorúbbak lettek az utazási szabályok. Annak érdekében, hogy minél többen, minél előbb megkapják az első oltást, módosult az oltási stratégia. A következő egy hét oltási terve: folytatódik a regisztrált idősek oltása házi orvosoknál. 114.000 Pfizer vakcinát a kórházi oltópontokon adják be az időseknek. 74.000 60 év alatti krónikus beteget kórházi oltópontokon hívnak be SMS-ben most hétvégére. Ők AstraZenecát kapnak. A Hanibiszt együttes énekesnője, Tarján Zsófia és dalszerző zenésztársa Bencsik Kovács Zoltán vendégszerepelt a Kalocsai Dózsa György középiskolában. A végzős diákok egy verset, illetve az együttes dalszövegét hasonlították össze, a magyar érettségire készülve, melyben a híres zenészek is segítettek nekik. Jelenleg üres a Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György technikumának és kollégiumának épülete. A koronavírus járvány miatt digitális oktatásban tanulnak a középiskolás diákok. Az érettségihez közeledve azonban a végzős tanulók számára kis csoportokba szervezve elindult az úgynevezett jelenléti oktatás. A legutóbbi magyar órán a Dia Magyar Ugaron című versét hasonlították össze a gyerekek a Hanibiszt együttes Maradok című dalának szövegével. Ha szerencséjük van, akkor ebben a feladattípusban mondjuk egy Petőfi meg egy Radnóti szöveget kell összehasonlítani, egy Minek nevezteleket vagy egy Tétovaudát, ami konkrét feladat is volt néhány évvel ezelőtt, de ez a ritkább eset. Az a gyakoribb, amikor egy ismert költőnek, vagy egy ismert, vagy egy kevésbé ismert versét kell egy a tananyag részét szervesen nem képező verssel vagy költővel összehasonlítani. Így esett a pedagógus választása a fiatalok körében is népszerű, populáris együttes dal szövegére. Arra azonban a diákok sem számítottak, hogy a dalt szerző Bencsik Kovács Zoltánnal, illetve az azt éneklő Tarján Zsófiával is találkozhatnak, ugyan a vírus miatt csak online formában. Gondoltam, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk az alkotói és a befogadói oldalt egy kicsit másképp behozni az órára, és megkerestem a Hanibisznek az énekesnőjét, először Tarján Zsófit, mint ugye a szövegnek a befogadó és előadóját a színpadon, hogy mondjuk számára, hogy benne milyen érzéseket keltett ez a dalszöveg, ő hogy adja elő mondjuk egy tévéfölvételen, egy fesztivál, mit tudom én, teraszkoncerten, egy Kobuci kertben, vagy mondjuk Kolozsváron, ahogy mondták, 10 000 ember előtt, és aztán ő nagyon jól fogadta ezt a fölkérést, ő adta az ötletet, hogy akkor már keressük meg Bencsik Kovács Zoltánt, és aki a Hanibisznek pedig a zenésze, gitárosa és dalszerzője. A pedagógus elmondása alapján a diákok nagyon örültek a különleges segítségnek, melyet jól tudtak hasznosítani. Sajnos élő kapcsolás a két hírességgel nem jöhetett létre, azonban az iskola magyar tanára közel 30 perces beszélgetést készített a zenészekkel, versről, dalról, szövegről, mindennapi és mélyebb gondolatokról egyaránt. Ez került levetítésre. Tetszett nekik, azt láttam, hogy úgy meg is lepődtek, hogy mit keresnek ezek itt, így ez volt a tekinteteken, meg ami igazából a célja volt ennek a dolognak, hogy utána tényleg, mint egy, amikor így berúgod a motor, tényleg így elkezdett működni a dolog. Hogy végeztünk, megnézték az interjút, megnéztük a szövegeket, és tényleg elkezdtek úgy merni megszólalni, úgy mertek véleményt mondani. Egyébként tök jó dolgokat mondtak, nagyon jó dolgokat vettek észre belőle a fiúk, lányok, úgyhogy szerintem itt célt ért a dolog. A két zenésszel készült videó megtekinthető az iskola YouTube csatornáján is. A GMF online konferenciáján vett részt dr. Fülvi Géza, a TEIT elnöke. Az esemény az atomerőművek bezárása és leszerelése társadalmi-gazdasági hatásairól szólt, melyen brit, bolgár, francia és spanyol tapasztalatokkal is megismerkedhettek a résztvevők.
A nukleáris létesítmények közeli európai önkormányzatok szövetsége, vagyis a GMF egy nemzetközi szervezet, ami a TEIT működéséhez hasonló európai társulásokat fogja össze. Jelenleg Pia Ahlström asszony a szervezet elnöke, akinek munkáját három alelnök segíti. Az angol és a holland személy mellett egy magyar, név szerint Tohocki Csaba is e megtisztelő szerepben végzi mindennapos munkáját a szervezetben. Minden évben több alkalommal szerveznek találkozót személyes részvétellel, de a koronavírus járvány miatt a február 26-ára tervezett konferencia online került megtartásra. A résztvevők, köztük a TEIT elnöke is, az atomerőművek bezárása és leszerelése társadalmi-gazdasági hatásairól szóló rendezvényen vehettek részt. Az eseményen brit, bolgár, francia és spanyol tapasztalatokkal ismerkedhettek meg. A TEIT elnöke, dr. Félvig Géza azért tartotta fontosnak a jelenlétet és a folyamatos kapcsolattartást nemzetközi szinten, mert véleménye szerint a közös gondolkodás a fejlődés elengedhetetlen része. Változtatott az operatív törzs az oltási terven. A koronavírus elleni oltás második adagját később adják be, ezáltal több ember lesz oltható. Mivel az első adag vakcina is már 50-70%-os védettséget nyújt, így a megbetegedések számának csökkenését is remélik. Az oltási munkacsoport vezetője György István számolt be az operatív törzs online sajtó tájékoztatóján az oltási terv megváltoztatásáról. Elmondta, versenyt futnak az idővel a harmadik hullám felfutása miatt, így a második adag vakcina beadásának idejét későbbre ütemezik. Ezáltal több ember kaphatja meg az első injekciót, így többen is lesznek védettek a fertőzés és a betegség ellen. Március 1-jei határidővel módosítunk az oltási stratégián. Mostantól az a célunk, hogy mielőbb minél többen megkapják az első oltást, és húsvét tájára lehetőleg minden regisztrált túleshessen az első oltásán. A húsvét ünnepnapokat figyelembe véve ez a határidő április 11-éig fog tartani. A cél, hogy a lakosság minél szélesebb körében induljon el a védettség, ugyanis már az első adag vakcina is 50-70%-os védettséget biztosít a koronavírus ellen. Ez azt is jelenti, ha valaki az első injekció után fertőződik meg, a betegség lefolyása is gyengül, így a halálos kimenetel is elkerülhető. A rendelkezésre álló vakcinákkal gyorsabban és többet kell oltanunk. A kormány eddig is és ezután is minden forrást biztosított és biztosít ahhoz, hogy elegendő vakcina álljon rendelkezésre, miután minden vakcina biztonságos, a gyorsan rendelkezésre álló vakcina az, ami életet menthet. Magyarországon jelenleg 5 fajta oltóanyag elérhető. Folyamatosan érkeznek az újabb és újabb szállítmányok, mind Oroszországból, mind Kínából. Jelenleg több mint 720 ezer ember kapta már meg az oltást, így Magyarország az átoltottsági listán az Európai Unióban a harmadik helyen áll. 2021. februárjában fejeződött be a Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár, a Magyar Női Unió Egyesület és az Együtt Európáért Alapítványból álló konzorcium által elnyert Kalocsai Család és Karrierpont elnevezésű projektje. Az EFOP 1.2.9-17-2017-00088-as számú Kalocsai Család és Karrierpont elnevezésű pályázat legfőbb célja a 3 éves projektidőszak alatt egy olyan térségi család és karrierpont kialakítása volt, amely komplex szolgáltatás rendszerével és széleskörű együttműködési hálózatával valódi segítséget jelentsen a térség aktív korú, elsősorban női lakosságának a munkapiacon való érvényesüléshez, munkapiaci megmaradásához úgy, hogy mindezt a családi értékek és a helyi hagyományok előtérbe helyezik. Teszi. A projekt során kerekasztal beszélgetések alkalmával többek között az önkormányzatok képviselői, szakemberek és a Család és Karrierpont munkatársai vitatták meg a női munkavállalás és a családbarát munkahelyek kialakításának nehézségeit. A Vidéki Nők Napja elnevezésű rendezvénysorozaton, ahol a témában releváns vezetők, szervezetek osztották meg jó gyakorlataikat, tárták fel a munkájuk során tapasztalt problémákat, összesen több mint 400 fő vett részt.
Az összefogás a gyermek és családbarát Magyarországért műhely kihelyezett konferenciája és foglalkozás sorozata a helyi igényekkel egyeztetve valósult meg több mint 100 fő részvételével. A nagy rendezvények mellett kis csoportos tréningeken vehettek részt az érdeklődők, illetve aki igényelte, egyéni tanácsadást is kapott, akár lelki támogatás, akár munkába állás terén. Részben a vírushelyzetnek, részben az online világ térhordítása miatt a digitális térben is valósultak meg rendezvények. A család és karrier.hu honlapján a hírek és érdekességek mellett egy e-learning anyagot is elsajátíthatnak az érdeklődők a család és a személyi fejlődés témakörében. A projekt során több kiadvány és kisfilm is készült, ezzel is biztosítva a széles körű disszeminációt. A projektről bővebb információt a karrier.kalokultúra.hu oldalon olvashatnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. További szép estét, viszontlátásra!